Szeretettel köszöntök mindenkit. A szlovák gyerekirodalomról fogunk beszélgetni, ha minden igaz, és szlovák gyerekirodalommal fogunk belehallgatni. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, és nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat a könyvfesztiválra. Andrea Gregusovát és Éva Urbanovát, valamint a fordítóikat, Pénzes Tíméját és Flora Petyovszkát, és van egy tolmács úr is, aki nekünk segít a beszélgetésben. Igen, és felolvasásokat is fogunk hallgatni majd a beszélgetés témájához szolgáló gyerekkönyvekből Kerekes Vica előadásában. Ahogy terveztük ezt a beszélgetés sorozatot, három tömbre osztanánk az egész programot, hogy elsősorban a szlovák nyelvű gyerekirodalom, szlovák gyerekkönyvekről fogunk beszélgetni, kicsit könyvbemutató jellege lesz ennek az első tömbnek. Aztán a második részben beszélgetnénk a szlovákiai magyar gyerekirodalomról, amelyek a helyén jelennek meg, és legvégén pedig egy ilyen, hát nem is tudom, summázat, tanulság, összegzés lenne a szlovákiai gyerekirodalomról. A további vendégeket fogok majd felhívni ide beszélgetni. Nem is csak két könyvet, de több könyvet is elhoztunk mindegyik szerzőtől. Hogyha lehet így sorba menni, akkor az Andrea könyveivel kezdenénk, mert hogy ezek egészen friss kiadványok, és a fordítójuk egyben, a kiadójuk is, a Csirimolyó kiadónál jelentek meg. A Gréta és a Svetozár könyveket hoztuk most el. Ezekről szeretném, ha beszélgetnénk, hogyha beszélnél róla néhány szót, milyenek ezek a könyvek, mi érdekes bennük, azt lehet tudni róluk, hogy állattörténetek, többnyire állattörténetek, hogy miért fontosak, hogy mi közük van mondjuk La Fontaine állatmeséjéhez. Áno, dobrý deň, veľmi sa teším, že môžem byť tu s vami a naozaj úprimne ďakujem za pozvanie. A aby sme prešli hneď tým knihám, boli to v mojej tvorbe veľmi špeciálne knihy. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Ez őszintén örülök ennek, és hogy rögtön rátérjünk a könyveimre, amelyeknek van egy ilyen sajátságos témájuk. Pretože na rozdiel od iných mojich diel tieto vznikli takzvané na objednávku. Ugyanis más könyvektől eltérően ezek a könyvek úgymond megrendelésre születtek. Vznikli preto, že na slovenskom trhu vznikla potreba uviesť knihy s ekologickou tematikou, ale nie mentor, také, ktoré by mentorovali deti a vzdelávali, ale skôr, aby ľahkou a umeleckou a zábavnou formou im približili túto tému. Ezek a könyvek voltak éppen azért születtek meg, mert Szlovákiában kialakult egyfajta igény olyan könyvekre, amelyeknek a témájuk a környezethez kötődik, amelyek tehát ökológiai témájúak, és amelyek nem pusztán azt szolgálják, hogy a gyerekek, az emberek művelődjenek ebben a témakörben, hanem hogy mindezt valamiképpen ilyen játékos mesés formában tegyék. No a keď už je hovoríme o ekológii, tak samozrejme hlavné postavy museli stvárniť zvieratka a najmä tie, ktoré sú ohrozené alebo nejakým spôsobom nemajú veľmi dobrú pozíciu v súčasnom svete, v našom ľudskom, materiálnom. És ugye miután ökológiai vagy zöld témájúak voltak a könyvek, vagy kellett, hogy legyenek, ezért a fő alakok természetesen állatok, állatkák lettek, és közülük is elsősorban olyanok, amelyek a veszélyeztetett fajokhoz tartoznak, illetve amelyeknek a helyzetük a jelenkori világban nem túl kedvező. Takýmto spôsobom vznikli tri knihy. Sú teraz na slovenskom trhu a ja mám naozaj veľkú radosť, že dve z nich sa dostali aj k detským čitateľom v maďarčine. Je to pre mňa naozaj čarovné, keď si ju listujem a nerozumiem ani slovo, ale Peťka, Flora Peťovská urobila úžasnú prácu a naozaj sa z toho veľmi teším.
És itt három könyvről beszéltünk ebben a vonatkozásban. Rendkívüli öröm számomra, hogy a három közül kettő eljutott a magyar olvasókhoz is. Számomra egészen rendkívüli érzés és élmény, amikor ezeket a könyveket lapozgatom úgy, hogy egyetlen szót sem értek belőlük. És ezúton is köszönöm Petyovszka Flórának, Flóra Petyovszkának, aki rendkívüli munkát végzett. Köszönöm szépen, de majd megkérdezem tőled is, hogy találtad meg, de ezek az ökológiai témák azért nem könnyű témák, tehát hogy lehet erről mesélni? Tehát ezek közel sem színvidító a helyzet. Mert azt értem, hogy miért fontos, de hogy lehet? Áno, máme na Slovensku takú malú žienku, ktorá o čo je menšia, o to je úžasnejšia a silnejšia. Volá sa Zuzanka Mitošinková a pracuje tiež vo svojom vlastnom vydavateľstve. No a ona ma poprosila, aby som v prvom rade skúsila napísať príbeh o oceánoch, pretože vieme všetci, v akom stave sú oceány a kto za to môže. No a konkrétne o veľrybách. A pre mňa to bola nádherná výzva, jednak pretože som aj hudobníčka a viem, že veľryby spievajú a ten celý poetický svet a hudobný svet toho mora bolo pre mňa nádherné, že sa môžem ponoriť do ňa. Zuzana Mitošinková. Dobre som počul, áno, ďakujem, lebo je tu interferencia kvôli tým mikrofónom. Nos, a könyvek születéséhez hozzátartozik, hogy van Szlovákiában egy egészen lenyűgöző kis hölgy, aki kiadót vezet, és ő volt az, aki tulajdonképpen ezzel az témakörrel megkeresett, és engem nagyon érdekel többek között az óceánok világa, úgyhogy az egyik könyvet az óceánok illették, illetve ezen belül is főszerepet játszottak a bálnák. Én nem csak írok, de zenével is foglalkozom, és tudom például, hogy valóban a bálnák énekelnek, hogy az óceánnak megvan a maga zenéje, úgyhogy ez volt az, ami az első meséskönyvet illette. No a druhá kniha, ktorá sa takisto dočkala tej cti a je možné ju prečítať v maďarčine, sa volá Svetozár a tá téma ma trošku viacej potrápila, pretože ide o problematiku mestských holubov, ich život v meste a ako sa k nimi ľudia správame a tiež, aby sme s deťmi sa trošku zamysleli nad touto témou. És a másik könyv, amivel viszont többet kellett dolgoznom, ami nagyobb feladat volt, az a Svetozár címet viseli, ez egy szlovák férfi név, és ennek a témája a városi galambok léte, a városi galambok sorsa, és azt igyekeztem elérni, hogy az emberek valamiképpen elgondolkozzanak a galambok életén a városban, hogy elgondolkozzanak afölött, miképp is viszonyulnak hozzájuk. Azért annak külön örülünk, hogy van némi nem csak állati vonatkozása. Tehát az, hogy tud működni, illetve hogy nem tud működni egy városi testület, a képviselők milyen elvetemű dolgokat képesek művenni, legalább ennyi humorforrása a könyvben. Szóval ennek külön örülünk, hogy ez egész inkább egy ilyen görbe tükör, amit elénk tartasz a könyvben. Ez nagy erénye, úgy gondolom. Áno, dá sa to takto povedať, ale určite sa v celej svojej tvorbe snažím vyhnúť tomu mentorovaniu a nejakému poučovaniu. Skôr som chcela poukázať na to pekné, čo je medzi nimi a že aby to malo teda ten dobrý koniec a šťastný koniec, pozitívny, hoci tieto témy sú naozaj veľmi ťaživé a nevieme v skutočnosti, aký budú mať koniec v realite. Ale s deťmi otváram, snažím sa skôr otvoriť tú otázku, takže samozrejme musia tam byť ľudia, nevystupujú ako tí negatívni hrdinovia, aspoň som sa o to snažila, ale vždy sa nájde aspoň pár medzi nimi, ktorí dokážu situáciu zhodnotiť a aj teda napraviť. Nos igen, tulajdonképpen így is lehetne értelmezni a könyvet, ahogy a moderátor hölgy mondta. Valóban itt arról van szó, hogy hogyan lehetséges a galambok élete, hogy hogyan lehetséges városokban, hogy hogyan lehetséges együtt élniük az emberekkel. Természetesen ezekben a kötetekben nem csak, ebben a könyvben nem csak ők szerepelnek, hanem jelen vannak az emberek is. Az emberek, akik nem negatív fényben tűnnek föl, illetve mindig van közöttük néhány olyan, aki a helyzetet kellőképpen értékeli, és aki hozzájárul a megoldáshoz, segíti a megoldást,
mert a törekvésem az volt, hogy ez a könyv a jó véget érjen. Hát, mint a mesékbe, köszönjük. És Flóra, te hogy választod? Most elsősorban, mint kiadót kérdezlek, nem csak, mint fordítót. Hogy azért nagyon gazdag a szlovák gyerekirodalom. Te is téma szerint válogattad a könyveket, vagy valami más miatt? Üdvözlök mindenkit én is, köszönöm a meghívást. Nálam mindig az első szűrő az a vizuális szűrő, tehát az első dolog, ami alapján kézbe veszek könyvet, azok az illusztrációk. És aztán, hogyha könyvet elolvasva a szöveget is olyan minőségének találom, mint az illusztrációt, akkor döntök úgy, hogy egyrészt szeretném lefordítani, másrészt most meg már kiadni is. És persze szimpatikus volt a téma is. Másrészt pedig Andrea tényleg olyan édeskedves humorral tud írni egészen komoly témákról, hogy nem lehet nem beleszeretni a szövegeibe. És hát egy élmény őket fordítani, az is mindig nagy dolog egyébként, mert egy jó szöveget jó fordítani is. Köszönöm szépen, és akkor, hogy érthető legyen, hogy miről beszélünk, egy kis ízelítőt hallgassunk meg a szövegből. Tényleg csak egy nagyon pici kóstolót, de reméljük, hogy meghozza a kedvet hozzá. Svetozár, a városi tanács képviselője meghívót kapott egy sürgősülésre. A képviselők egy szép nagy házban találkoztak. Helyet foglaltak a hosszú fehér asztaloknál. Az elnök felállt, és a következőket mondta. Kedves barátaim, a galambok miatt hívtam össze önöket. Rendkívül súlyos a helyzet. Kérem, kisasszony, hogy a szabrokért és emléktáblákért felelős bizottság tagjaként nyújtsa be panaszát. A szabrokért és emléktáblákért felelős bizottság tagja megköszönte a szót, és elkeseredett arcot vágott. Kétségbe vagyok esve, kedves hölgyeim és uraim. A város összes szobra fehér sapkát visel galampiszokból. Mondta, és elővette az elcsúfított szobrok fényképét. Némelyiken kifejezetten ízléstelen a fehér sapka. Például az elnökni asszony szobrán, ugyebár. Nézzék csak, hogy fest a szerencsétlen. Más szobrok fején egészen jól mutat a piszok. Például az elnök urunk szobrán. A táblákról szeretett volna beszélni, állította le az elnök, mielőtt még mindenki megcsodálhatta volna galampiszokkal borított fejét. A szobrokért és emléktáblákért felelős bizottság tagja tehát elővette az emléktáblás fényképeket és folytatta. Mint mondtam, kétségbe vagyok esve. Nézzék, mi történt a Hadova költő szülőházát díszítő emléktáblával. Köszönöm szépen! Köszönjük. Szóval nagy erénye, hogy lehet úgy ökológiáról és állatokról, és egyáltalán közéletről is beszélni, hogy sok-sok humor legyen benne. És ezzel kötném is mindjárt Évának a könyvéhez, ahol legalább ennyire fontos szerepet kap a természet és az állatok. Egy Agancsi és Nyakkendi című könyvről beszélünk most, én nem tudom, remélem, hogy itt van az asztalon, igen. És hát így lassan Mikulás lesz, na hát mondjuk mindjárt karácsony van. És hát a szarvasok különösen aktuálisak lesznek, de hát nem attól érdekes, hogy szarvasok, hanem valami egészen mástól. Onnan indítanék, amit le is írsz a könyv elején, hogy ez egy nagyon személyes eredetű történet füzér. Erről egy kicsit, ha mesélnél, örülnék neki. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať najprv za pozvanie aj celkovo príjemnú atmosféru na tomto festivale. Som tu už od včera, takže si to užívam a teraz sa teším, že môžem byť teda aj na pódium a rozprávať o tejto knižke. Prejdem teda k vašej otázke. Pardon, ja by som to preložil. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, jelen lehetek, én már tegnap is itt voltam, és tegnap óta élvezem a fesztivál kellemes, derűs hangulatát, és hogy akkor a könyvről mondjak valamit. Ďakujem.
tá osobná inšpirácia, ktorú ste teda spomínali, tak áno, ide o to, že vlastne postavy, ktoré vystupujú v tomto príbehu, vymyslel môj ocino, keď som bola ešte malá. A potom neskôr som ako keby pozabudla na tieto postavičky a keď sa teda stala u nás v rodine taká udalosť, že teda ocino už nemôže byť medzi nami, tak som si nejak spomenula na tieto postavičky z detstva, na dva jelene, teda jeleniaty a kravaty. Jeden má kravatu a jeden teda vyzerá presne takisto, ale nemá kravatu. A povedala som si, že vymyslím tie príbehy a že si tým ako keby spomeniem na to krásne obdobie z detstva s mojim ocinom. Nos, ami a személyes indítatást ihletet illeti, ez az édesapámhoz és a kislány koromhoz kötődik, akkor születtek meg tulajdonképpen ezek az alakok, amikor még ő mesélt nekem, és aztán hát ugye úgy alakult, hogy az apukám már nem lehet közöttünk, és akkor ugye itt ezek az alakok hosszú időre feledésbe merültek, de ebben a helyzetben, amikor ő már nem volt velem, nem volt velünk, akkor újjá élettek, megelevenedtek az emlékeimben, és újjá született, illetve akkor született meg igazán ez az alak, ugye az agancsos, a szarvas, illetve a nyakkendős mesefigura. Igen, a magyarországi gyerekeknek gondolom nem lesz ismeretlen. Ez az egész, már ne haragudj, igen, de nekünk a gyerekünk a Jicsinyi erdőben zajlott, Rumcásszal és Mankával. És aztán volt még két ilyen erdei figuránk, a Moha és Páfrány, akik szintén elég közelről érkeztek hozzánk. És ez a két szarvas, Agancsi és Nyakkendi, olyanok, mint egy kicsit egy helyen laknának velük, ugyanaz a környezet. Kérdezném, hogy ők igazából szarvasok, vagy csak olyan szarvasforma emberek inkább, úgy néznek ki, mint régi házastársak lennének, vagy barátok lennének, mert legalább annyira humánusak is, vagy emberként viselkednek, mint amennyire állatok. Ťažko na to odpovedať. Samozrejme, deti môžu čítať tento text inak ako dospelí, ale môžem na to podať len toľko, že keď vyšla táto knižka, tak ilustrátor Kina teta nám hneď telefonovala, že veď to som ja s manželom, že môžu sa tam nájsť aj ľudia a nechceli sme, ešte to chcem povedať, že nechceli sme tie jelene vykresliť také detské, infantilné, ale naozaj skôr sú také tie dospelé postavy so svojimi rôznymi vlastnosťami. Nos, ez egy olyan kérdés, amelyre valóban nehéz válaszolni. Itt ugye attól függ, hogy ki hogyan értelmezi, vagy ki hogyan látja meg őket, de ennek kapcsán elmondom, hogy amikor az illusztrációk születtek a könyvhöz, melyeket nem akartunk ilyen rossz értelemben gyermetegen infantiliseknek, tehát nem akartunk ilyen infantilis illusztrációkat, akkor az illusztráló hölgynek a nénikéje fölkiáltott, hogy hiszen ez olyan, mintha én lennék a férjemmel, tehát igen, lehetséges ilyen értelmezés is, hogy voltak éppen itt emberalakok vannak szarvas formájában. Sok mindenről szól a könyv, sok kaland van benne, almaszedés, főzés, kártyázás, karnevál. Csak a olvasóknak mondom, hogy ahogy régen Moha és Páfrán kezdett mindig, hogy hogyan verseltek, hogyan edzettek, olimpiára készülnek. Sok-sok humoros kaland van benne, de van egy dolog, amit muszáj megkérdeznem, hogy hogyan szokott le a dohányzásról. Na, ez hogy került egy könyvbe? Áno, je tam jedna taká typicky nedetská téma, téma fajčenia a dokonca nie je ani zobrazená veľmi negatívne. Môj ocino bol tuhý fajčiar, takže inšpirácia je odtiaľto. A to fajčenie je tam skôr spojené s takým rituálom príjemného posedenia. Uznávam, že teda je to maximálne nedidaktické, aj, ale na záver príbehu teda skončia s fajčením oba jelene, tak aspoň to.
Nos, ez ismét egy személyes motívum. Valóban a dohányzás az nem tipikusan egy ilyen népmesébe való dolog, de tudni kell, hogy az én édesapám az kemény, szenvedélyes dohányos volt, és a dohányzás a könyvben nem is kifejezetten negatívan jelenik meg, hanem mint egy olyan rituálé, amikor az ember kényelmesen, kellemesen érzi magát, amikor ugye megpihen, és valóban ez a motívum a könyvben jelen van, de nem olyan didaktikus módon, viszont a végére mind a két szarvas leszokik a dohányzásról. Igen, kutyaharapás szőrével, igen, úgy. Viszont Timeától kérdezném, hogy van először is a nevek fordítása is, gondolom, elég kihívás lehetett. Így igaz, bár nekem ez volt az első ötletem a nevekre, tehát megmaradtam az első lehetőségnél, ami eszembe jutott. Tehát annyit tudtam, hogy van két szarvas, akik teljesen egyformák. Egyetlen megkülönböztető jelük az, hogy az egyiknek nyakkendő van a nyakában. És hát erre próbáltam, ugye, ezt próbáltam valahogy kifejezni nyelvileg, úgyhogy ilyen gyerekek számára is ilyen kedves hangzású legyen. Van jó pár nyelvi poén a szövegbe, amit külön köszönünk neked, viszont egy szöveggel szeretném, ha beszélnél. Van egy olyan mese a kötetben, amikor semmit nem csinálnak. Most ez nagyon nehéz magyarul, semmit nem csinálni. Erről mesélj egy kicsit. Igen, ez az egyik kedvenc mesém egyébként a kötetből. Ezt hallottam először, tehát azért mondom, hogy hallottam, mert úgy kerültem közel a kötethez, hogy rákerestem az interneten, és maga a szerző olvasta fel két saját meséjét, és ez volt az, ami meggyőzött, hogy le kell fordítanom ezt a könyvet. Tehát ugye a magyar nyelven semmit nem csináltak, tehát kétszeres tagadás van, és úgy kell kifejeznem, hogy semmit csináltak. Tehát itt hát a nyelvvel kellett egy kicsit játszani, tehát az a cél ebben a mesében, hogy úgy töltsék el a napot, hogy nem csinálnak semmit, tehát céllal nem csinálnak semmit. Amikor kimennek a konyhába, nem azért, hogy egyenek, de éhesek, ugye. Ha leülnek a kanapére, vagy leheverednek, akkor sem azért, hogy pihenjenek. Tehát, hogy egyébként nem okozott különösebb gondot, remélem, hogy sikerült jól megoldani. Igen, hát ennek örülünk, igen, mert hogy ez egy attól lók ki a sorból a többi mesek közül, hogy mégiscsak van egy ilyen nagyon erős, és nagyon, ugyanakkor nagyon finom filozófiai áthallás benne. De a többi mesében is érzek ilyen, tehát egyrészt nagyon egyszerű történetek, másrészt meg mély filozófia, meg abszurditás is található benne. Szóval így, ha meghallgatunk egy kicsi részletet ebből is, akkor talán érthetőbb lesz, miről beszélünk. Jó. Mit fogunk csinálni? Semmit. Vágta rá azonnal nyakkendi. Hogy? Megint nincs kedved semmihez? Duzzogott szomorúan Agancsi. Azt hitte, hogy nyakkendi már megint morcosan ébredt. Dehogy is, épp hogy semmit csinálni van kedvem, magyarázta nyakkendi. Ráadásul azt szeretném, ha versenyeznénk a semmit tevésben, fűzte hozzá. Ez persze roppantul tetszett Agancsinak. Tudjuk, mennyire szeret versenyezni, például a kártyában. Rendben, egyetértek, ma semmit fogunk csinálni, és kiderítjük, melyikünk a legjobb a semmit tevésben, jelentette ki Agancsi, és azon nyomban leheveredett a kanapéra, hogy az egész napját ott töltse. Nem ér, kiáltott fel nyakkendi. A kanapén heverészés nem semmi, hanem pihenés. A pihenés pedig határozottan nem semmi. Ez a kedvenc időtöltésem, és semmi köze a semmihez. Nézd csak, ez például tipikus semmit tevés, jelentette ki nyakkendi, és elkezdett fel alá járkálni a szobában. De hiszen járkálsz, ellenkezett Agancsi. Járkálok, de céltalanul, és közben egyáltalán nem pihenek, magyarázta nyakkendi, és folytatta a semmit tevést. Agancsi kiment a konyhába, és főzni kezdett. Nyakkendi nem látta, mit csinál. Csörömpölést hallott, és hamarosan kellemes illatok csapták meg az orrát. Kiment hát a barátjához. Mit főzöl? Kérdezte, mivel a céltalan sétában alaposan megéhezett. Semmit, felelte Agancsi.
Hogy semmit, kérdezte Nyakkendi. Hát úgy, csak különféle ízeket kevergetek, de cél nélkül. És közben egyáltalán nem pihenek, és nem főzök semmilyen konkrét ételt. Hiszen receptem sincs, szóval semmit főzök. De te, drága barátom, éppen veszítettél, mert nem cél nélkül jöttél ki a konyhába, hanem azért, mert kíváncsi voltál. És bizonyára éhes is, ami nagyon távol áll a semmitől. Eddig tehát egy-egy. Nyakkendinek be kellett ismernie, hogy Agancsinak igaza van. És ismét sétafikálni kezdett. Így versenyeztek egészen estig, éhesen és pihenés nélkül, míg végül, amikor lebukott a nap, beismerték, hogy semmit csinálni nagyon megerőltető és kimerítő. Igen, csak megörültek, hogy végre eljött az este, megmoshatják a fogukat, és nyugovóra térhetnek. Nagyon szépen köszönjük. Még mindenképp szeretném megemlíteni, hogy itt a kiadó, az Anszer kiadó vezetője, aki nélkül a könyv nem jöhetett volna létre. Köszönjük. Hát szóval köszönjük, hogy megírtátok. Megírták. Köszönjük nagyon, hogy lefordítottátok, kiadtátok, mert azt hiszem, hogy olyan különleges könyvekkel lettünk gazdagabbak, ahol sikerült nagyon komoly, esetenként nagyon is komoly témákról, nagyon-nagyon sok humorral és nagyon szerethető módon írni. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük nektek a könyveket, és köszönjük, hogy itt lettok. Köszönjük. Köszönjük szépen, köszönjük szépen, köszönjük. És akkor szeretettel hívom a beszélgetés következő résztvevőit a színpadra, köszönöm. Magosz Diánát, Bolemán Dévát és Balla Margitot. Magos, jó, bocsánat. Lengyel. Igen, én nem tudtam. Semmi baj, én teljesen. Most így el vagyok. Igen, szeretettel köszöntök akkor a beszélgetésünk következő részlevőit, Balla Margitot, Bolemán Évát és Maros Diánát, elnézést a tévedésemért, az előbbi tévedésemre. És hát továbbra is szlovák gyerek irodalomról fogunk beszélgetni, tehát ilyen tekintetben nincsen változás, viszont szlovákiai magyar nyelvű gyerek irodalomról fogunk beszélgetni. És mindjárt itt láthatók is azok a könyvek, amelyek szóba fognak kerülni. A Bibi és Józsi, jól mondom, itt van, remélem, igen, Cicura és a többiek, itt van a Pozsonyi mesék sorozat, és itt vannak a Benőjék, jól mondom, igen, ami egy különleges könyv, és mindegyikről szeretném, ha egy kicsit beszélgetnénk. Ugye veled kezdeném, nem tudom, hogy betűrendben, hogy haladjunk, névsor szerint haladjunk. Tehát, hogy talán te állsz, mindhárman közel álltok a gyerekirodalomhoz, de hát mégis úgy gondolom, hogy ez a kabóca a gyereklap kapcsán te egészen mélyen és egészen alaposan belekeveredtél ebbe a gyerekirodalomba. Egy kicsit mesélj erről a kabócáról nekünk. Hát a kabóca lap az már jó pár éve, több mint 10 éve létezik, és több mint 10 éve
írok bele rendszeresen meséket, meg cikkeket, önálló rovatom van, és igyekszünk olyan lapot készíteni, ami élvezettel használható a gyerekeknek és a tanároknak egyaránt, akár az iskolában. Havonta jelenik meg, iskola évben, egy évben 10 szám, és ezek a mesék is, amiből két kötetben, a Mimóba és a Cicúr és a többiekben olvasható, ezek is így írottak, hogy hónapra-hónapra írtam egy-egy részt, majd miután elkészült a 10 rész, és lezárult a tanév, a kiadó, az Anszer kiadó úgy döntött, hogy akkor ezek megérdemlik a könyvformátumot is, és kerestünk hozzá illusztrátorokat, akik egészen csodálatos munkát végeztek, és így születtek a könyvek. A főhősek, a Bibiék, ők visszatérő hőseid, ők kik, ők lehet tudni valamit? Hát a Bibi, ő egy elképzett kislány, és több könyvemben szerepel, egy régebbiben, ahol a Bibi egy hajón tulajdonképpen dolgozik, és a Cicúr és a többiekben pedig Bibi a két főszereplő kutyának a gazdája, és velük indulnak tulajdonképpen nyomozni. Igen, hát ezek a úgynevezett klasszikus gyerekkönyvek, amiket szeretünk nagyon régóta, ahol a kalandoknak jut a főszerep. És egyik mesei kalandot egy másik meghökkentő kaland követi. Mindegyik könyved ilyen? Egy kicsit mutasd be őket, mert hogy amiket én olvastam tőled, az mindegyik olyan igazi vérbeli, mesebeli kalandozós történet, kalózokkal, kincsekkel, mesebeli könyvtárral, amire még szeretném, ha beszélnél, hogy húha, hát ez olyan, mint a Borgesnek a bábeli könyvtára. Kicsit meg is ijedtem. Onnan szóval, van. Hogy te szeretett keverni a dolgokat. Igen, hát engem az utazás azt nagyon érdekel, és csupa olyan helyek jelennek meg a könyvekben, ahova szeretnék eljutni, vagy ahol már voltam, de több az olyan, ahova szeretnék eljutni. És igazából minden egyes történetnek, minden egyes fejezetnek megvan akár a valóságos, akár az irodalmi előképe, mert ahogy a fejembe összekeverednek a dolgok, akár Borges, akár más irodalmi élmények, akár a valóság elemei, abból jönnek ki ezek a dolgok mesenyelven. Én magam kevés befolyással bírok rá. Hát igen, azt most muszáj elárulnom az egyik kedvencemet, hogy van egy jeges medve megjelenik a történetben, és ha hiszik, ha nem, úgy nevezi el magát, hogy Balsors. Na most ezt a nézőktől is kérdezném, hogy miért nevezi el magát egy jeges medve Balsorsnak? Hát azért, mert félreérti a himnusz sorait, és nem Balsors, akit régen tép, hanem ő úgy érti, hogy Balsors, aki régen tép. És mivel ő egy ilyen nagyon vérszomjas medvének szeretne látszani, ezért ezt a nevet adja magának. Szóval csak, hogy azért emelném ezt ki, mert hogy van egy ilyen sajátos humora is a szövegeknek, ami a mérhetetlen sok kaland, meg izgalom, meg fordulat mellett külön erénye a könyveidnek. Viszont még kérdeznék egyet, és ezt tőletek is kérdezem, hogy azt mondod, hogy jó lesz a vége, de hogy ezt mindig fontos kimondani, valahogy úgy érzem, különösen a Cicúr és a többieknek, hogy ott a végén van egy ilyen nagyon alaposan, akkurátusan megfogalmazott üzenete a szövegnek, ha kell erről beszélnél, és ezt mindjárt kérdezném a többiektől is, hogy mennyiben érzitek ezt erősnek, hogy kell legyen egy ilyen funkciója a gyerekirodalomnak mindenképpen? Szerintem nem mindenképpen, de én a Cicúr esetében szerettem volna, hogy legyen egy lezárása a történetnek, egy vége az utazásnak, és szerintem körülbelül a 7.-8. részig nem is tudtam, hogy lesz, tehát még nem találtam ki előre, de azután valahogy adta magát a történet, tehát hogy így alakult ki, és ezt a végét találtam jónak. Gyakorlatilag úgy érzem, mintha nem is én találtam volna ki, hanem így íródott volna meg a történet, de nem feltétel szerintem. Lehet
lehet bármilyen lezárása, ahogy alakul. És egyébként a himnusz, azon nagyon sokat gondolkodtam, hogy beleírhatok-e én egy ilyen erős, tehát hogy a himnusz szent szövegével játszani, ezt megengedhetem-e, de annyira viccesnek tűnt, hogy muszáj volt megpróbálnom, mivel hogy ez szintén egy valóságos történet. A kutyám, a cicúr, aki egy valóságos, a saját kutyám, ugye, ő maga szokta a saját plüssjátékait így tépni, és őt neveztem el így Balsorsnak, mert a szerencsétlen állatot úgy tépi, mint a nemzetet a Balsors, és aztán ebből jött, tehát hogy ez is valóság. Köszönöm. Na, igazából én arra gondoltam, hogy ugye a végén az a könyvnek, hogy magunkért érdemes jónak lenni. Tehát, igen, hogy ezért ez eléggé direkt kimondás a dolgoknak a sok-sok kaland után. Úgy éreztem, hogy akkor lesz teljesen vége a történetnek, ha itt ezt most kimondjuk. Nem mindig kell kimondani, de most itt most helye volt, úgy gondolom. De csupa olyan dolgot írok bele a könyvben, nincs különösebb célja, didaktikus, vagy bármi ilyesmi, csak annyi, hogy ami nekem fontos, azt rakom bele. Jó, köszönjük neked a Balsorsot is. És hallgassunk meg egy kicsi részletet belőle, jó? Amint azonban a biztonsági ajtón átjutottak, meghűlt a vér az ereikben. Az elébük táruló látvány dermesztő volt. A precíz, szuperbiztonságos rendszernek, amiről Gréta az úton mesélt, nyomát sem látták. A hatalmas, beüvegezett és zárt könyveszekrényekkel tele teremben, mintha tornádó söpört volna végig. Polcok felborítva, üvegek betörve, könyvek szétszórva, széttépve mindenütt. Markus! Markus, merre vagy? Mi történt itt? Nem esett bajod? Kiáltozott Gréta. Kezdte elveszíteni addig rendíthetetlen nyugalmát. A többiek riadtan álltak az ajtó előtt, nem mertek beljebb lépni. Hangzott a válasz a terem távoli végéből. Markus! A morgás egyre közeledett, öles léptek zaja kísérte. Egy medve az, semmi kétség, de vajon Markus? Te vagy az, Markus? Kiáltotta Gréta most már kissé ijetten. Markus, nincs többé! Lépett elő egy óriáséges medve a polcok közül. Én vagyok itt, a Balsors. A kis csapat elszörnyedve nézett a medvére. A szájából könyvcafatok lógtak, a pofájára nyálas papírdarabkát tapadtak, és vérpiros volt a szeme. Balsors? Kérdezte Gréta. De Markus, nem ismersz meg? Én megismerlek téged, Gréta vagyok. Markus, mi van veled? Miről beszélsz? Bántott valaki? Megtámadtak? Markus, nincs többé, már mondtam. Balsors vagyok. Balsors? Kérdezett vissza Bibi is. Furcsa név, annyi szent, jegyezte meg Kifli óvatosan. Kisi ijesztő, talán még egy ilyen nagy jegesmedvének is, mondta ki végül Cicúr, amit mindjárt gondoltak. Igen, ijesztő, pont ez a cél. Balsors, aki régen tép. Félelmetes mi? Vicsorogta a medve. De Markus, illetve Balsors, kezdett bele óvatosan újra Gréta. Mi történt veled? Semmi, Markus, Balsors. Balsors, aki régen tép. Ó, bocs, Markus, ne haragudj, hogy közbevágok. Köszörülte meg a torkát most Cicúr. De az nem úgy van, hogy Balsors, akit régen tép? Nem aki, hanem akit. Van ott még egy tébetű is. Nemrég jártam kutyasuliba, tudod, és ott tanultuk, húzta ki magát büszkén a kiskutya. Bibi és Gréta aggódva néztek össze, mit fog ehhez szólni a vérmedve. Hogy mit mondtál? Rögte a medve. Hogy Balsors, akit... Cicúr erősen megnyomta a tét, hát ha Markus rosszul hall. Régen tép. A medve egy pillanatra megállt, majd a fejéhez kapott, mint a épp hatalmas fájdalom nyillalott volna bele, és a földre ragyott. Ó, Balsors, még ezt se tudom jól. Semmit se tudok. Nekem semmit se sikerül. És csak zokogott, és zokogott, és zokogott. Gréta, Bibi, Kifli és Cicúr most mind köré gyűltek. Még Lulu is kikászálódott a kosárból, és simogatni kezdték a hátát. A fejét meg a mancsát ennek a nagy és zokogó medvének. Köszönjük szépen, és egy
külön jól jött nekem ez a Marcus, Marcus Aurelius miatt is. Tehát, hogy nagyon, nagyon furcsa társaságba keveredtünk, mert hogy a Bolemant Éva, ő az, aki arról többek között onnan ismerünk, hogy a Pozsonyi Mesék sorozatot szerkeszti, készíti, és ott van egy könyvünk, a Rómer Flóris, aki arról nevezetes, hogy Marcus Aurelius-szal társalog, és ő irányítja végig az életén, de nem is erről akarnék beszélni, mert egy kicsit a Pozsonyi Mesékről mutass be nekünk jó a könyvsorozatot. Igen, én talán kezdeném azzal a kérdéssel, amit előbb Margitnak föltettél, hogy fontos-e, hogy vagy hogy mit jelent az egy mesekönyv lezárása. Hát gondolom, hogy a sorozat egészének nagy köze van ehhez azért. Igen, igen. És én nekem itt rögtön az a gondolat jött, hogy tulajdonképpen itt a szerzőknek ebben a sorozatban egyáltalán ezzel nem kell foglalkozni. Mivel hogy ezek történelmi személyiségek, utcák, épületek, városnegyedek, amikről, illetve technikai emlékek, amiről a könyvek szólnak, a mesék, és ezt megtette helyettünk a történelem, tehát ezek lezárt témák részben. És azt a tanulságot is lemondhatjuk tulajdonképpen ebből, hogy minden úgy van, ahogy kell lenni. Tehát, hogy itt a történelem távlatából látjuk azt, hogy valószínű úgy kellett lenni, történnie mindennek, ahogyan történt annak idején. És hogy minden jó valamire. Tehát, hogy ennyit a lezárásokról. A sorozatot 2012-ben kezdtük el kiadni, és itt is van egy közös pont, hogy én is nagyon szeretek utazni. És hogyha sikerül utaznom, akkor tényleg minden nagyobb utamról, annak mindig van valami következménye. És a barcelonai utamnak az volt a következménye, hogy ugye ott jártuk a várost, és azt láttam, hogy ott Gaudí, ugye, a város minden pontján megjelenik, és hogy abból egy olyan nagy város Gaudiból megél. Hát rengeteg alkalmazott a parkokban, az épületekben, a múzeumokban. És hogy eszembe jutott, hogy Pozsonyhoz mennyi sok személyiség köthető, mennyi sok fantasztikus ember, tudósok, művészek, mindenki, és hogy tényleg az van, hogy van olyan, akit egész világon ismernek, Pozsonyban meg egy utca nevet se kapott, és ott élt. Tehát, hogy ez így fölháborított engem, és azt gondoltam, hogy ja, és akkor kerestem ugye a gyerekeimnek valamilyen ajándékot, és találtam az egyik ilyen ajándékboltban Gaudiról egy gyerekkönyvet, gyerekeknek készült könyvet, nagyon szépen illusztrálva, és akkor azt gondoltam, hogy valami hasonlót meg kéne csinálni Pozsonnyal kapcsolatban is, hogyha jönnek ugye a turisták, meg a pozsonyiak, meg a mindenki, hogy tudjanak valami értelmes ajándékot vinni Pozsonyból a gyerekeiknek, és ekkor született az ötlet, hogy kiadjuk a pozsonyi meséket, és ugye, hogy jár az, aki kitalál valamit, meg kell, meg hogy valósítsa. Úgyhogy ezért történt az, hogy megírtam az első könyvet én, Kempelen Farkasról, aki hogyha ma élne, biztos, hogy valahogy megoldanám, hogy barátkozzak vele, mert hogy egy rendkívül kreatív személyiség volt, Mária Terézia udvarában dolgozott, és szerintem nagyon sokan hallottak róla, tehát így indult a sorozat. Hát, ha lenne rád ideje, igen, annyi mindent csináltak. Én mint a valahogy megoldanám. Hány kötetnél tartotok most? Most a 14. jött ki. Van egy ilyen kultikus gyógyszertár, és ki is van állítva könyvpont, azt nem hoztam ide. Salvator gyógyszertárnak hívják, a belvárosban van, és most ennek is, mint Pozsonyban, nagyon sok mindennek olyan története van, hogy legalább nem rombolták le, annyi van, de hogy 30 évig nem is, köszönöm szépen, ez egyenlőre szlovákul van. Most van fordítás alatt, és nem sokára kijön magyar nyelven is. Tehát, hogy erről a gyógyszertárról jött ki a 14. könyvünk, és ezt Jana Jurányová írónő írta,
itt meg ahhoz kapcsolódnak az előző beszélgetéshöz, hogy megrendelésre születtek a könyvek, mint ahogy az előző résztvevő mondta, hogy én is megrendelem a könyveket. Tehát én vagyok a sorozatszerkesztő, és akkor kinézek magamnak valakit, és attól megrendelek egy könyvet. Nyilván van jog arra, hogyha nem szeretne arról a szeméről írni, akkor nem arról kell. De eddig mindig nagyon jó találkozások voltak ezek, és aztán a szerzővel együtt találjuk ki, hogy ki legyen az illusztrátor. És én azt szeretem, hogyha ezek a könyvek úgy jönnek létre, hogy megbeszéljük, és hogy van olyan könyvünk is, ami kimondottan családi könyv lett, mert az írónő a szerző, az illusztrátor a lánya, és az unokatestvére a tördelő. Tehát, hogy ez ilyen teljesen, amikor bemutattuk a könyvet, ilyen nagy családi találkozó volt. Úgyhogy nagyon jó együttműködni, tényleg minden egyes könyv egy külön történet. Igen, ez nagy erénye a sorozatnak, azt említsük meg, hogy külön-külön illusztrátorok rajzolják, és ez a sokszínűség nem csak tematikai lesz így, hanem az illusztrációkban is megjelenik. És hát önmagában a sorozatnak már van egy nagyon erős funkciója az irodalmi funkción kívül, hogy végül is ez valahol átmenet, az ismeretterjesztés, a történelem tanítás, ha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, és az irodalom között. Tehát, hogy a szövegek is váltakoznak, hol irodalmibbak, hol tényszerűbbek, hol sok-sok poén van bennük, máshol rengeteg adat van bennük. Tehát, hogy egészen jól alakul ennek a sorozatnak a sorsa. Köszönjük szépen. Hallgathatunk belőle egy pici részletet. És akkor ez a Petőfi, ugye, kötetből. Sándor felborítja a pozsonyi várat. Abban az időben, amikor még Pozsonynak nem volt ufója, fő látványossága pedig a várdomban égtelenkedő felborított asztal volt, Petőfi Sándor elhatározta, hogy beáll színésznek. Bement a munkahivatalba és nézegette a fali újságot. Kerestek éppen órást, meg kocsist, meg főszolgabíróhelyettest. Amikor sorra került, a hölgy megkérdezte, miféle végzettséggel rendelkezik. Híres költő, felelt a fiatalember, majd hozzátette, leszek. Ma már maga a harmadik, válaszolta nagy sóhajjal a hölgy, és megmutatta, hol kell aláírni. Hát ha olyan híres költőnek készül, szavalhatna nekem valamit, úgyis péntek délután van, az pedig a hivatalma már semmi másra nem jó. Petőfi kihúzta magát, megköszörülte a torkát, és mit nekem te Zordon Kárpátoknak? Fenyvesekkel vadregényes tája. Tán csodállak ám, de nem szeretlek, és képzetem hegyvölgyedet nem járja. A hivatalnok tekintetét ellepte a balladai homály. Annyira átélte a tájleírást, hogy másodpercekig tartott, amíg képzeletét visszatessékelte a hivatalba. Elhatározta, hogy segít a fiúnak. Úgy látom, maga tehetséges, de talán még gyógyítható. Mit mondott, mit szeretne dolgozni? Színész, hát annak még talán jó lesz. Hivatalosan ugyan nincs üresedés, de holnap reggel menjen el a zöld piac melletti aranyhattyú vendéglőbe. Oda vásártér aljába? Igen. A kocsmárostól kérdezze meg, melyik a Csáky gróf színházának vezetője, aztán menjen oda hozzá, és mondja meg neki, hogy én küldöm. Másnap Petőfi sokáig aludt, majd szálláshelyéről az Apáca pályáról leballagott a piac térre. Gágogott a sokliba, hogy a szolgáló lányok vonszolták őket nagy kosarakban felfelé a sakterhoz. Az aranyhattyúban alig lehetett egy talp alatnyi helyet találni. A szombati piac miatt mindenki ott tülekedett, evett, ivott, vagy csak beszélgetett és bámészkodott. Maga a Csáky gróf színházának direktora? Kérdezte Petőfi, talán kicsit erőteljesebb hangon. Én, de nem veszek semmit, köszi. Szeretnék bekerülni a színház társulatba. Nem baj, tekintett vissza a direktor úr a reggeliére. Voltam már vándorszínész, meg van egy pár versem is. Nincs hely. Nekem meg nincs mit ennem. Másoljál újságot. Másoljon a nehézség. Kihozták a teljes kávét, a direktor úr megköszönte, és úgy határozott, hogy az első korty után megmártogatja benne a vaníliás zweibockot. De az elhanyagolt külsejű fiatalember még mindig ott alkalmatlankodott.
vegyen be a színtársulatba. Mert ha nem, akkor mi lesz? Felborítod a várat? Fel! Szól majd, mikor elmegyek megnézni. Még aznap este Petőfi neki is búsult, aztán egy bátrabb pillanatában a társaság előtt kijelentette, hogy akkor most megteszi azt, amit a színtársulat vezetőjének ígért. A többiek megijedtek, hogy kár tesz magában, úgyhogy követték. Neki is támaszkodott a várfalnak. Most pedig ezt az asztalt felborítom. Fel van az már borítva, Sándor. Akkor visszaállítom a lábaira. Segítsünk? Aha, nyomták, támasztották, kapaszkodtak, de a vár csak nem mozdult. Már hajnalodni kezdett, amikor Petőfi egyszer csak a Duna felé fordult. Hát, ebből újságmásolás lesz, ebből az, hagyta helyben a barátja. Ballagjunk le a Csuka utcába, tudok ott egy kocsmát, ahol adnak hitelbe. A halszagú várai a koszos pohárszékelyben viszont aznap nem jártak sikerrel, úgyhogy kiültek a Dunapartra. Összehajtott kabátján ücsörögve Sándor még felidézte az imént nagy várborítási próbálkozását. Azért volt egy pont, amikor úgy érezte, megmozdult. Susogta, majd víznek eresztette a tekintetét színészi terveivel együtt. Köszönjük Mesebeli Petőfit is, meg az összes mesebeli történelmi hőst. És hát Diánának még ejtünk szót egy nagyon különleges könyvéről. Te aztán igazán nagyon kemény fába vágtad a felszédet. A Benőke és Hanga kötetről van szó. Mesélj róla. Nem is árulom el, hogy mitől. Nagyon-nagyon különleges. Ez egy nagyon személyes hangú történet. Igazából nem is mese, hanem igaz történet, de próbáltam egy kicsit azért olyan mesebelibbé varázsolni. Én egy magyarországi magyarként Zsolnára mentem férhez ezelőtt sok évvel. Ugye Zsolna Észak-Szlovákiában van, tehát ez egy teljesen szlovák vidék, és született három gyermekem, akik ugye félig szlovákok, és én születésüktől kezdve csak magyarul beszéltem hozzájuk, mert az volt a mániám, hogy az én gyerekem az tudjon magyarul, megismerje a magyar kultúrát, természetesen a szlovákot is. Ebből aztán mindenféle bonyodalom származott, mert mint tudjuk, Zsolna azért nem a legmagyar barátabb hely a világon, és ez gyűlt bennem, hát nevezhetjük traumáknak is ezeket a dolgokat, vagy ha humorosabbak vagyunk, akkor kalandoknak. És egy idő után láttam, hogy a gyerekeimben is gyűlnek ezek. Tehát, hogy nekik nagyon nehéz feldolgozni azt, hogy ők ilyenek is, meg olyanok is, kettős identitásúak, kétnyelvűek, és abban az egynyelvű környezetben ezt a többiek, tehát a környezetük nehezen fogadták el, vagy nem is fogadták el. Ezzel nekik meg kellett küzdeniük, és úgy éreztem, hogy esetleg, ha leírom nekik ezt a történetet, tehát az ő saját történetüket, akkor az segít nekik abban, hogy feldolgozzák. El is kezdtem leírni, tehát ezek a mesék, ezek úgy készültek, hogy csak az én saját gyerekeim számára. Karácsonyi ajándéknak szántam az első kötetet, mert 4 részes egyébként a könyv, és hát elég nagy sikert aratott, illetve a lányomnál sikert aratott, a fiamnál nem annyira, mert ő egy másfajta egyéniség. A harmadik gyerek akkor még nagyon pici volt, úgyhogy őt nem teszteltem. És fölfigyelt erre pár ismerősöm, aztán biztattak, hogy esetleg több, tehát hogy annyi kétnyelvű család van, hogy ez érdekelhetne több embert is, és ezért elkezdtem a Facebookra föltenni folytatásokban a történetet, ahol pedig fölfigyelt rá Cséliszka Györgyi, a Szlovákiai Vasárnap heti lapnak a főszerkesztője. Neki köszönhetem, hogy ebből könyv lett, mert én nekem soha nem lett volna bátorságom, hogy valakinek is ezt megmutassam, vagy fölajánljam. Ő viszont látott benne fantáziát, és akkor azt találtuk ki, hogy mivel kétnyelvű testvérekről szól a könyv, ezért akkor legyen tényleg kétnyelvű a könyv,
és ezért megkértük Lucia Molnár Szatyinszkát, aki szintén egy vegyes családban él, hogy akkor az én eredeti magyar szövegemet ő fordította le szlovákra, és itt látható a könyv, tehát már a címlapja is két nyelvű, és belül is egyik oldalon magyar, másik oldalon pedig szlovák. Igazából az én gyerekeim története mindenféle kalandok, tehát van egy olyan része, ahol Zsolnán küzdenek a gyerekek, ugye a magyarságukkal, aztán egy évre Magyarországra költözünk, akkor ott küzdenek a szlovákságukkal, vannak benne erdélyi kalandok, de hogy ne legyen annyira egyértelmű, tehát hogy egy kicsit valamilyen ilyen elképzelt térbe helyezzem a dolgot, ezért kitaláltam, tehát nem szlovák és magyar szerepel benne, hanem teljesen mesebeli neveket gondoltam ki. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ettől is igazából mese lesz, ez egy mesekönyv lesz, és hogy azért jó, mert hogy amiről írsz, és ahogy mondod is, tehát hogy ez egy küzdelem volt a gyerekek részéről is, ezt a másságot, a saját másságokat elfogadni, hogy abban a pillanatban, hogy ez egy meseként tálalódik, meseként fogalmazódik meg, egészen másfajta értelmezése is lesz a dolognak. Mesélj egy kicsit ezekről a nevekről. Bevallom, én lenyomoztam, hogy vajon honnan szedted, és kiderült, hogy van egy olyan afrikai város. Ha hiszed, hanem mesélj ezekről, hogy is hívják őket. Milyen konkrétan? Hát a Mekele, az egy létező város. Igen, nem tudtam. Mert hogy itt Mekele és Baricska nyelvűek a gyerekek. Nem tudtam erről a városról, de talán jobb is. Nem, ez nálam teljesen így ösztönösen jött. Ugye hát a szlovákok nagyon sokszor mondják azt a magyar nyelvről, hogy az olyan, mint a kecske mekegés. És ezért gondoltam, hogy hát akkor a magyarokat Mekelének nevezem, tehát kvázi kecskék. Ugye a magyarok meg sokszor mondják a szlovákokról, hogy az olyan birka nép, és a baricska, ugye a bari, tehát a kis bárány. Legyünk őszintén, senkivel nem vagy túl hízelgő. Nem, de ez a valóság, szóval nem akartam szépíteni a dolgot, és azért lett csa a vége, mert ugye a szlovák nyelvben nagyon sok a kicsinyítő képző. Jó, hát szóval, hogy a mese az nagy adag humorral is párosul, ugyanakkor egy kicsit el is veszi az élét a dolgoknak, meg hát megvan az a megengedő szerepe, hogy tényleg mint minden mesének jó a vége. De hát mégiscsak visszatérnék arra a kérdésre, amit a Margitnak is feltettem, hogy van egy ilyen funkciója ezeknek a szövegeknek, hogy valami egész más funkció is van az irodalmiságon kívül. Igen, hát ahogy mondtam, én azt reméltem eredetileg, hogy ez az én gyerekeimnek segíteni fog földolgozni ezt az ő másságukat, és amikor ugye Györgyivel beszélgettünk róla, hogy eznek meg kellene jelenni, akkor pont erre gondoltunk, hogy nagyon sok ilyen gyerek van, aki valamiben más, tehát nem feltétlenül abban, hogy két nemzethez tartozik, hanem bármilyen mássággal él, és hogy nekik ezt nehéz földolgozni, és bizony gyakran olyan dolgokat élnek át, ami fáj nekik. Mert a gyerek környezet az sokszor kegyetlen. Tehát a gyerekek nem is rosszaságból, de mégis tudnak nagyon-nagyon kegyetlenek lenni. És ezekben a történetekben hát megjelenik sok súlyos dolog, úgy gondolom, tehát hogy tényleg olyan helyzetek, amik azért nem hétköznapiak, viszont a vége azért minden történetnek valamennyire pozitív, tehát igyekeztem ugyanazt, amit én a gyerekeimnek csecsemőkoruktól mondok, hogy gyerekek, hogy a minden nemzetben vannak jó emberek, rossz emberek, de hogy a jót keressük, mert máshogy nem, nincs értelme élni. Igen, szóval ez egy egész komoly fejlődés történet is, úgy, ahogy a mesébe ugye a hiánnyal indul. Hát itt onnan indulunk, hogy azt mindenki tudja, hogy a Mekelék hülyék. Tehát, hogy ebből eljutni oda, hogy itt valamit addig a felismerésig eljutni, hogy a sokszínűség az gazdagságot jelent igazából. Tehát a több nyelvhez, több kultúrához tartozni az olyan kincs, amit csak azért, hát aki tényleg benne van a szituációban, hogy mennyi pluszt kap ezzel, és hogy nem hiányként, hanem többletként értelmezni ezt az egészet. Úgyhogy
ezt elég nehéz gyereknyelven megírni, de neked úgy gondolom, hogy ez tökéletesen sikerült. Köszönjük. Jaj, nagyon köszönöm. Hallgassunk meg ebből is egy rövid ízelítőt akkor. Bocsánat, csak én rájöttem, hogy nekem csak egy nagyon pici részletet küldtek magyarul, és szlovákul küldték el. És most nem tudom, hogy ugye, ami a mobilomban van, az ugye a negyedik fejezete. Úgyhogy most megpróbálok gyorsan felnőni a feladathoz is. Bocsánat, mert a végét küldték el magyarul, most néztem. Igen. És eljött a nap, amikor Benőke beült az iskolapadba. Hamar megszerette az iskolát és az osztálytársait. A tanító néniért pedig egyenesen rajongott. Nagyon jó tanuló lett belőle, bár a szépírással kissé hadilábon állt. Anya járt érte délutánonként az iskolába. Mint mindig, mekeléjül üdvözölte Benőkét, és mekeléjül beszélgetett vele. Egyszer csak azt vette észre, hogy Benőket durcásan fogadja, és lepisszegi, ha valamit mondani akar. Mi a baj, Benőkém? Kérdezte. Majd elmondom. Suttogta Benőke, és kivonszolta anyát az osztályból. Anya, az iskolában ne beszélj velem, mekeléül. Ki fognak nevetni a fiúk? Mondta az iskola udvarán. De kisfiam, én mindig így beszélek veled, ez az anyanyelvem. Teljesen rendjén való, hogy mi így beszélgetünk. Nem baj, ha az osztálytársaidnak ez furcsa, majd hozzászoknak. Lehet, hogy először látnak külföldit. Nyugodtan mondd el nekik, hogy anyukád egy másik országból jött. Nem mondom, válaszolta Benőke. Mert mindenki tudja, hogy a mekelék hülyék. Mekele, buta, mint a kecske. Na hát ezt honnan vetted? Csodálkozott anya. A fiúk mondták. Anyának ez nem esett jól, de nem haragudott Benőkére. Tudta, hogy nagyon szeretne népszerű lenni az osztályban, és még túl kicsi ahhoz, hogy meg tudja különböztetni, mi a jó és mi a rossz. Anya, miért adtatok nekem ilyen hülye nevet? Jött haza egyik nap Benőke az iskolából. Minden gyereknek normális Baricska neve van az osztályban, csak nekem ilyen fura. Benőkém, neked Mekele neved van, válaszolta anya. Apával úgy egyeztünk meg, hogy anyukád után neked Mekele lesz a nemzetiséged és a neved is. Nagyon szép név ez, majd rájössz te is később. Ne törődj a csúfolódókkal, legyél büszke arra, hogy neked ilyen különleges neved van. De Benőke nem nagyon vigasztalódott meg anya szavaitól. Úgy gondolta, az lenne a jó, ha semmiben sem különbözne az osztálytársaitól. És hát köszönjük nektek a könyveket, köszönjük, hogy itt vagytok, és a vendégeink vagytok, és kérlek, a beszélgetés többen részében nyugodtan szóljatok bele a közönség soraiból, mert legalább annyira hozzátok is szól majd a következő beszélgetés. Köszönöm. Köszönöm szépen, és szeretném akkor a harmadik etapba ide hívni vendégként Olga Sztyeklikovát. Veronika, nem tudom, megérkezett Sikulová? Nem, ő beteg lett, sajnos nem tud elni. Nánás Ivettet és Lórát, légy szíves. Igen, persze. Gyere vissza. Mint kiadó. Okay. Nem mész arrébb egy kicsit, Ivett, csúszszál egyet, kérlek. Igen, köszi. Majd elmondom. Most egyfajta summázata, tanulsága, összegzése, nem tudom, hogy merészeljünk-e ilyesmit mondani, következne az eddigieknek. Pontosabban egy olyan beszélgetés. Pontosabban az lenne a beszélgetésünk témája, milyen meglepő, hogy lássuk ezt a szlovák gyerekirodalom egyáltalán hogyan pozícionálja magát, hogyan jelenik meg a világban, ő mit gondol magáról, mint gyerekirodalom, mitől más, mitől ugyanolyan.
Szóval ezek nem könnyű kérdések, és nem is szeretném, ha válaszokat adnánk rá. Talán inkább csak tegyünk fel jó kérdéseket, hogy mi az, ami erről tudható. Nagy szeretettel köszöntjük Olgászt Jeklikovát itt, aki nem csak kiadó, az Odeon kiadónál dolgozik, de a Tvár Irodalmi Heti Lapnak is régi munkatársa, és talán ő tud nekünk mesélni arról, hogy ő hogyan látja a úgynevezett felnőtt irodalmon belül, bár ezt így kicsit nehéz elfogadni ezt a fogalmat, magyarul nagyon rosszul hangzik, hogy felnőtt irodalom, hogy ehhez képest hol található, hogyan működik a gyerekirodalom, ha erről tudnál nekünk mondani néhány szót. Dobrý den, děkuji moc za pozvání Českému centru v Budapešti a děkuji slovenskému stánku tady na veletrhu za azyl. Já nevím, jestli jsem úplně kompetentní zhodnotit celou situaci dětské literatury na světě v rámci literatury pro dospělé, ale u nás v České republice se mi zdá, že literatura pro děti a mládež je silná, že je to dokonce dobrý vývozní artikl, že se hodně překládá a že máme skvělé spisovatele i ilustrátory a dohromady vytváří krásné artefakty, o které je zájem čtenářský. Nem tudom, hogy én vagyok-e a legkompetensebb, aki erre a kérdésre tudna válaszolni, tehát mi a helye a gyerek irodalomnak a nagy felnőtt irodalom tengerében, de én úgy látom, hogy a cseh gyerek irodalom elég erős, komoly szerzői vannak, és érdekes témák, és jó exportcikknek is, úgyhogy szerintem ez valami, ami megáll a maga lábán. De azért kérdeztelek téged, mert hogyha jól tudom, te felnőtteknek is írsz, és vannak gyerekszövegeid is. Vagy én... Ano, já jsem autorka poezie pro dospělé a pros pro děti. Asi bych to takhle mohla oddělit. Igen, én talán úgy tudnám elválasztani a kettőt egymástól, hogy felnőtt költészet írója vagyok, és gyerek prózák írója. A možná se dá říct, že ta situace českého spisovatele v české literatuře pro děti je taková jednodušší a příznivější, že ta česká básnická obec je poměrně úzká, zatímco publikum, které má zájem o knížky pro děti, je prostě bohatější početně. Talán azt lehet mondani, hogy hát aki cseh költő, tehát az tudja, hogy az ő körülötte lévő érdeklődőknek a köre, az viszonylag szűk. Viszont akik a gyerekirodalom iránt érdeklődnek, tehát akár a gyerekek, akár a szüleik, azok az egy sokkal népesebb tábor, és sokkal gazdagabb, tehát itt egyszerű az ember felnőtt költőként ráér gyerekírónak is lenni. Szóval jobban megéri gyerekkönyveket írni? Já nevím, co se vyplatí, komu, ale tak já jsem napsala, nevím, pět básnických sbírek a srovnatelné množství textů prozaických pro děti, tak bych asi měla být schopná to nějak srovnávat, co se víc vyplatí. Tehát én nagyjából 20 verses kötetet írtam, illetve 10 gyerekkönyvet. Nem tudom megmondani pontosan, mi éri meg, illetve kinek mi éri meg. Talán megéri. Van egy ilyen sorot, csak azért kérdeztem, és úgy gondoltam, hogy te erről sokat tudsz mesélni. Magyarul így szól, hogy a gyerekek csak kis felnőttek, a felnőttek nagy gyerekek. Így van?
nevím, ale teď tady jsem přivezla tuhle svoji nejnovější čtvrtou knížku pro děti, která primárně je určena pro děti okolo, řekněme, 10 let a ukázalo se, že zatím jejími dosavadními největšími čtenáři jsou dospělí, takže možná máte pravdu, že ty Nem tudom pontosan, de elhoztam ide a legújabb könyvemet, ami ilyen 10 év körüli gyerekeknek való, legalábbis annak szántam, de kiderült, hogy egyelőre a legtöbb olvasó pont a felnőttek közül verbuválódik, tehát lehet, hogy igaza van. Köszönöm szépen. És Flóra, hogy látod te, hogy a gyerekirodalomnak, egyáltalán a szlovák-cseh gyerekirodalomnak mit keresni valója van? Tehát, hogy tudunk vele kezdeni itt Magyarországon? Tehát, hogy arra gondolok, hogy ami könyveket én láttam megjelenni, nagyon örültem neki, ami nem divat nálunk a hazai könyveknél, hogy beleírják, hogy hány példányba jelent meg. És ezek a példányszámok elképesztően kicsi példányszámok, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy nagy nemzetközi nyelvről kell könyveket abból a hatalmas kínálatból válogatni, de hogy a mi irodalmunk is elég kicsi, és az is elég kicsi, amit hozunk. Tehát hogy kerül, egyáltalán mit tudunk vele kezdeni? Kell-e valamit? Nagyon érdekes és aktuális kérdéskör. Ugye mi alapvetően azért jött létre a Csirimolyó kiadó, mi egy non-profit egyesületként működünk egyébként, és mi sem nagy példányszámokkal kezdünk, hanem jóval kicsivel, mint amivel szokás a magyar könyvpiacon. Viszont nekem is feltűnt az, hogy ellentétben azzal, mint gyerekkoromban, amikor baráti országok egymás irodalmát fordították oda-vissza, és mi abban nőttünk fel, hogy olvastunk szlovák és cseh meséket is magyarul, és ez bizonyos szinten fordítva is működött, hogy jelenleg nem, egyszerűen nem jöttek be ezek a szlovák és cseh, illetve akár a lengyel nyelvű könyvek nagyon Magyarországra. És mindenki leakadt a kisvakonnál, akit nagyon szeretünk, és tényleg halhatatlan, és menjen tovább a vakon. De hogy annyi kortárs író és illusztrátor van, akit érdemes lenne ismerni, és akik itt vannak a szomszédban, akikkel egy kultúrkörben élünk, és mégsem ismerjük őket, mégsem érdeklődünk irántuk, nem... akik nem beszélik a nyelvet, nem is tudják megismerni őket, hogy úgy gondoltam, hogy ez egy szép misszió, amiben bele kell állni. És hát eleve úgy indult a kiadó, hogy én eredetileg műfordító voltam, illetve programszervező, volt egy ilyen projektem, ahol próbáltam a kiadókat és a műfordítókat összehozni, és Ivett is járt nálunk sokszor annak idején a Cseh Centrumban, és mindenki csodálta, hogy mennyire szépek ezek a könyvek, de hogy valahogy mégsem fértek bele a magyarországi akkori kiadóknak a kínálatába. És aztán egy ponton úgy döntöttem, hogy ha más ezeket nem fogja kiadni, akkor nekem kell megtenni, vagy ki kell találni annak a módján, hogy ezek a könyvek hogyan létezhetnének magyarul is, mert ez szép és jó, hogy én el tudom őket olvasni, de akár csak a férjem már nem tudta elolvasni őket. És hát így született meg a Csirimolyó, és így kezdtünk el válogatni először a cseh szerzők könyvei közül, aztán a szlovákok közül, és akkor most már a lengyelek közül is. És te így most ilyen hatalmas tapasztalat a hátad mögött, jó, de hát te olvasod az irodalmat régóta. Tudnál-e olyat mondani, néhány hívószót akár, és ezt tőled is majd kérdezem, ami sajátossága lehet, a nagyon nehéz ilyet találni, talán nincs is ilyen, hogy nemzeti sajátosság, de mégis, hogy amiben más, talán a különbözőséget, hogy ami hiányzik itt, vagy akár ami különleges benne. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy mi az a sajátosság, de azt hiszem, hogy valahogy mégis van egy ilyen nemzeti jellege a
talán az irodalomnak is, mármint hogy a szövegeknek, de hogy az illusztrációnak is. Szóval, hogyha, ha ránézünk egy asztalra, ahol vagy egy könyvespolcra, ahova cseh könyvek vannak kihelyezve, vagy szlovák könyvek, vagy lengyel könyvek, akkor azt úgy, vagy magyar illusztrátoroknak a munkája, akkor valahogy van benne egy, akármennyire színes is a paletta, de van benne valahogy egy ilyen egységes világ, és akkor kérdés az, hogy ezt egyébként a kiadók alakítják-e, mert olyan jellegű illusztrációkat keresnek, vagy az illusztrátori iskolák, vagy művészeti iskoláknak, nemzeti művészeti iskoláknak van ebben valamilyen, van ehhez köze. De én úgy gondolom, hogy van, és úgy gondolom, hogy úgy látom, hogy ezekben az országokban, amikre mi fókuszálunk elsősorban, hogy bizonyos szempontból bátrabbak, akár a téma választásban, akár az illusztrációk kapcsán. És ezt azért is gondolom így, mert akik minket megtalálnak, olvasók, ezt a visszajelzést kapjuk tőlük, hogy mennyire kitűnnek a mi könyveink a magyar könyvpiacon. Szóval nagyon érdekes, hogy nem is ezzel promotáljuk a könyveket, hogy ezek milyen országokból érkeznek, majd hosszú távon majd más felé is szeretnénk nyitni, de mégiscsak van valahogy egy ilyen egységes, de egyértelműen eltérő képe a könyveinknek. Igen, ezt én is úgy érzem, hogy egy kicsit így provokáljátok is a magyarolazasó közönséget. Olga, mit szólsz ehhez? Van, te is így látod? Mit látsz, ami azt mondtad, hogy jól eladható az előbb, hogy vajon miért gondolod ezt, hogy mi az, ami érték benne, amiért mondtam. Souhlasím s tím, co říkala Flora. Myslím si, že máme výrazné ilustrátory a že ten první dojem z knih je umělecký, což možná se nedá říct o úplně všech národních literaturách pro děti, tak myslím si, že ta česká nakladatelství kladou opravdu velký důraz na to výtvarné zpracování knížek a na skvělé ilustrace a jsou ochotní, zejména ti malí nakladatelé, do toho hodně investovat, takže ta knížka je třeba krásně vypravená, i co se týče papíru nebo vazby nebo přebalu. A to si myslím, že je pro současnou českou literaturu pro děti docela typické, že jsou to opravdu artefakty. A je skvělé, když se podaří třeba vytvořit i nějakou autorskou dvojici, která spolu dlouhodobě spolupracuje, mám na mysli spisovatele a jeho ilustrátora, tak i takové věci se u nás dějí v literatuře pro děti. Florához kapcsolódva, én is azt hiszem, hogy a vizuális oldala, tehát az illusztrációk, azok nagyon megfogják az olvasókat, és tulajdonképpen ez az a része, ami miatt nagyon kedveltek a könyvek, aztán jönnek a szövegek, tehát az, hogy a cseh kiadók gondosan kiválasztják az illusztrátorokat a cseh gyerekkönyvekhez, illetve sokszor előfordul, és ez is nagyon jól működik, hogy van egy ilyen családi tandem, tehát hogy a szerző és az illusztrátor azok rokonok vagy házasok, és nagyon jó a végeredmény, tehát ez mindenképpen egy plusz, ami a cseh irodalomban tapasztalható, és ami jól működik. Egészen más ez a fajta cseh gyerekirodalom, és azt tovább is, ha jól tudom, mint ami gyerekkorunkban volt. Hát, van. Tehát, hogy érezhető a változás benne? Hogyan látod? Tak změna tak já jsem generace normalizační, takže ta změna je obrovská ve všech směrech, i co se týče toho, z jakých jazyků se třeba překládá literatura pro děti do češtiny, takže těžko, tak u nás mělo
prakticky monopol nakladatelství Albatros a když chtěl člověk novou knížku, tak se podíval pro děti, tak se podíval tímhle směrem a tam něco našel. No én a rendszerváltás előtti kemény diktatúrás nemzedékhez tartozom, tehát én természetesen nagyon nagy változást látok, mert korábban tulajdonképpen egy kiadónak volt a monopóliuma, az volt az Albatros kiadó, és abban az időben, amikor az ember akart valami gyerekkönyvet venni, hát akkor elment egy Albatros könyvesboltban, és akkor ott körülnézett, és talált valamit. A samozřejmě autoři, kteří směli publikovat, tak psali nějakým způsobem a dneska tato omezení prostě nefungují, takže je to mnohem svobodnější, širší a bohatší trh. Máme, jak jsem už říkala, spoustu malých nakladatelů, kteří se specializují na literaturu pro děti a mládež. Máme překladatele, kteří překládají knížky z celého světa pro děti a mládež. Takže ta změna je všestranná a velká. Na és természetesen azok az írók, akiknek szabad volt írniuk akkoriban, azok tudták, hogy hogyan kell írniuk, hogy megjelenjenek, de hát mindezek a korlátok megszűntek, tehát ma már nincs olyan, az írók írnak, írhatnak bármit, fordítók fordítanak különböző nyelvekből, abban sincs semmilyen megkötés, tehát sokkal, sokkal tarkább ez az irodalom, gyerekirodalom ma, és óriási a változás. Nincs könnyű dolga annak, aki ezt el is akarja adni. De Ivett, beszélj nekünk egy kicsit erről, hogy látod, hogy mik a lehetőségei egyáltalán külföldön gyerekirodalmat? Itthon se könnyű, tehát a saját határainkon belül, de hát gondolom, hogy majd Olga véleményére is kíváncsi vagyok, hogy azért itt van néhány buktató benne, meg Flóra, te is, hogy látod ezt, hogy hogyan lehet kivinni az ország határon túlra gyerekirodalmat. Üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. A válasz tényleg az, hogy nagyon nehezen, tehát a szorgos népünk győzni fog, ez az én mottom, és remélem, hogy tényleg az, amit az ember belefektet munkát, és itt gondolkozom, hogy egyáltalán végig gondolja, hogy nemzeti karakter alapján szeretné eljuttatni a könyveket, és egy egységes képet sugározni, hogy na ilyenek a magyar gyerekkönyvek, mint ahogy nekünk van egy képünk, hogy milyenek a szlovák gyerekkönyvek, milyenek a cseh gyerekkönyvek. Azt gondoljuk, hogy felismerik a francia gyerekkönyvet, finneket is, a finneket. Tehát, hogy ez lenne az, hogy van-e nekünk ilyenünk, és tudjuk-e például a magyar gyerekkönyveket így megjeleníteni a világban, vagy az legyen, amit mi gondolunk magunkról, hogy de hát mi tudjuk azt, amit tudnak az olasz gyerekkönyvek, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez is már egy érdekes kérdés, és hát utána van egy olyan probléma, amivel mind a szlovák, mind a cseh, mind a magyar gyerekirodalom vagy könyvkiadás találkozik. Ez a kis ország kis nyelvvel próbáljon boldogulni a világban, tehát nyilvánvalóan egy újabb akadály gördül elénk, hogy először átültetjük a könyveket angolra, és reménykedünk abban, hogy az angol nyelvű fordítás az majd olyan lesz, ami kellőképpen meghozza a kedvet, illetve megmutatja, hogy mennyire jó az, amit mi itt próbálunk kínálni. Én azt gondolom, hogy a szlovák és cseh gyerekirodalomnak most nagyon jó dolga van Magyarországon azzal, hogy például Flóráék ilyen lelkesen felkarolták ezt az ügyet. Én nagyon kívánom, hogy a magyar gyerekirodalomnak is legyen majd, ha kérhetem, akkor mondjuk angol száz területen és Németországban először legyen ilyen nagy felvevő kiadója, amelyik ennyire lelkesen képviseli az ügyet, de ez valóban... ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ezek a gyerekkönyvek pontosan ugyanúgy tudják képviselni mindazt, amit a jó gyerekkönyvnek képviselnie kell minden országban, és ez független attól, hogy milyen nyelven születtek meg. Az is kiderült, hogy mi, akik úgy tekintünk a magyar gyerekkönyvkiadásra, hogy nagyon sokat változott, nagyon örülünk neki, hogy sokat változott, és mégis azt gondoljuk, hogy jó, de jönnek a szlovák gyerekkönyvek ezekkel az illusztrációkkal, a cseh gyerekkönyvek ezekkel az illusztrációkkal.
mennyivel jobbak, szebbek, érdekesebbek, és az derül ki, hogyha a magyar gyerekkönyvek megpróbálják átlépni az országhatárt, akkor frissnek számítunk, érdekesnek és újszerűnek, tehát hogy egyszerűen mi csak megszoktuk, és itt van előttünk ez a világ, amihez mindig úgy érezzük, hogy a magyar vásárlóközönség nem elég bátor még, hogy ezekkel az illusztrációkkal kapkodja le a polcról a gyerekkönyveket. De igazából ez is csak egy szín a palettán, és azt gondolom, hogy ezek is megtalálják a maguk közönségüket. Remélem, ez fordítva is így lesz. Hát igen, adódna a megoldás, hogy ne már angolra akarjuk lefordítani meg németre könyveinket, hanem legyen megint budapesti-pozsonyi közös kiadás, és úgy, ahogy Benőkék erre egy könyvbe adtak mintát, hogy az nem elhanyagolható szempont, hogy a nyomdák is olcsóbbak, hogyha klónozva nyomnak könyveket, ugyanazzal az illusztrációval két különböző nyelven, tehát ezeknek az együttműködéseknek nagyon is reális lehetőség adódna arra, hogy mind a két kicsi piacot egy kicsit gazdagítsák és színesítsék. Igen, próbáljuk is ezeket a lehetőséget megtalálni, hát leginkább a környező kisebb országok kiadóival. Sokkal könnyebbnek tűnik a feladat, mint amilyen a valóságban, de ehhez nagyon sok személyes jó kapcsolat kell ahhoz, hogy igazából tudjunk egymástól könyveket vásárolni. Tehát ez nem az egyszerű bekopogtatós ügynöki munka eredménye, amikor örülök, hogy megtetszik egy kiadónak az én könyvem, hanem találni kell egy olyat, ami mindenkinél jól működik, és ugye az, hogy melyik fázisban kezdjük el ezt a dolgot. Akkor, amikor van egy jó szövegünk, keresünk hozzá egy jó illusztrátort, és ezt közösen adjuk ki valahol, vagy az egyik nyelven már megjelent könyvet próbáljuk esetleg több országban egyszerre megjelentetni, és cserébe onnan is megjelentetünk könyveket, az már egy komolyabb együttműködést igényel, de szerintem pont kis kiadók, amelyeknek van egy küldetésük is azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnének megjelentetni, és nem csak abban gondolkodnak, hogy na miből lesz majd egy több millió példányos siker. Ők sokkal nyitottabbak ezekre az együttműködésekre, és nagyon igyekszünk ezeket a kapcsolatokat ápolni. Flóra, neked van ilyen? Most árulj el néhány kiadói titkot, hogy vannak ilyen titkos háttér üzelmeid, esetleg külföldi kiadókkal, cseh vagy szlovák kiadókkal? Hát folyamatosan üzekedek. hát én azt gondolom, hogy abban, hogy egy irodalom eljusson külföldre, annak abban több résztvevőnek van nagyon nagy szerepe, illetve lehet nagyon nagy szerepe. Nyilván lehet az, hogy van egy kiadó, akinek van egy érdeklődése bizonyos nyelvi irodalom iránt, és akkor elkezd kutakodni abban az irányban. Vagy van egy jeges medve erejével felvértezett irodalmi ügynök, aki minden, ha minden kötél szakad, akkor is viszi külföldre az irodalmat, és aztán befogadó közegre talál. És aztán van a harmadik lehetőség, amikor van a műfordító, aki ért egy bizonyos nyelvet, vagy akár több nyelvet, és addig házal otthon, hogy ő ezt a könyvet szeretné lefordítani, hogy előbb-utóbb sikerrel jár. Én azt gondolom, ez a három recept van, hogy hogyan tud eljutni külföldre az irodalom. Nagyon nagy segítség, hogyha vannak fordítás-támogatási programok, különösen a kis nyelveknek a relációjában. És hogyha ez a gyerekkönyvek esetében például nem csak a fordítást támogatja, hanem a kiadási költségeket, ahol ugye a nyomdaköltség a legnagyobb összeg egy gyerekkönyvnél. És azt gondolom ugyanakkor, hogy szóval sokkal bátrabbnak kell lenni Magyarországon. Sokkal bátrabbnak lenni, illetve nyilván meg is kell tartani azt, amitől egyedi és egyéni a magyar irodalom, vagy a magyar illusztráció. Egyszer a Vörös István írta valahol, hogy akkor érdemes valamit behozni, vagy lefordítani cseről magyarra, hogyha az mégiscsak valamiben más, tehát hogy valami újat tud mondani.
És tud, azt látjuk, hogy tud. És ez minden irányban nagyon fontos. Tehát ami már van, azt végül is felesleges behozni, tehát hogy ne ismételjük önmagunkat. Ugyanakkor arra szerintem érdemes példát venni, hogy érdemes bátornak lenni és bevállalni bizonyos címeket egy nagyobb kiadónak is, aki meg különösen megteheti azt, hogy bevállaljon valami izgalmasabb küldetést. És én azt gondolom, hogy van rá befogadó közeg. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon óvatosak a magyar kiadók. Az olvasók részéről viszont mégiscsak van befogadó közeg, mert hogyha mi meg tudjuk ezt csinálni, és oké, eredetileg kis példányszámban adunk ki mindent, mert azt tárolni is kell, meg befektetés, meg stb. De hogy vannak olyan címeink, amik már bőven elérik azt a kategóriát, amit egy nagyobb kiadónál egy példányszám jelent. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van értelme bátornak lenni, és nem megpróbálni kiszolgálni egyfajta igényt, hanem kvázi edukálni, vagy példát mutatni, vagy utat mutatni, lehetőséget adni a szerzőknek, illusztrátoroknak, és nem megszelídíteni őket, hanem hagyni őket. Kicsit provokálni őket. Kicsit provokálni őket. Hát igen, ahogy a Benőkéjé könyvében is láttuk, tehát igazából nekünk az lenne jó, hogyha több szín kerülne erre a palettára, és hogy legyen helye másfajta könyveknek is a magyar gyerekkönyvpiacon is. És akkor megint Olgától kérnék egy zárszót, egy gondolatkísérletet, jó? Hogyha szeretnél meggyőzni engem mondjuk egy kiadót, hogy miért a te könyved jelenjen meg magyarul, mitől más, mint egy magyar gyerekkönyv? Tartasz nekünk egy kortes beszédet? Mitől gondolod különlegesnek? Miért fordítsuk le? Já bych se asi snažila vyvarovat toho, abych propagovala svoji vlastní knížku, takže asi nebudu schopná odpovědět na tu otázku. Třeba bych uvakodnék attól, hogy a saját könyvemet itt népszerűsítsem, úgyhogy nem szeretném ebben a formában megadni a választ. Jó, ezt jól kijöttél belőle, köszönöm. De azért, ha erre valók az ügynökök. Erre valók az ügynökök, majd Ivett elintézi. Én nagyon de szeretnék meg még kiadod, egy dolgot igen. Hozzá. Jó, és ezt összehoztuk. Viszont én akkor nagyon szívesen egy zárszót mondanék. És majd hallgatni szöveget Olgától, jó? És szeretném megkérni azokat, akik ezért tehetnek, hogy támogassák a kiadókat abban, hogy lehessenek bátrabbak, és hogy ne érezzék ezt olyan nagy kockázatnak, hogyha valami bátrabb könyvet adnak ki, amit úgy gondolják, hogy kisebb példányszámban szeretnének megpróbálni, és legyen a magyar pályázati rendszer is olyan, ami tényleg támogató, egyszerű és bátorító, és legyen rá lehetőség, hogy akár én is kiadhassak magyar szerzőket és illusztrátorokat, mert nagyon szeretnék, de nincsen rá lehetőségem. Jó, köszönjük, ez jó volt zárszónak. Bár az most egy líraibbat gondolom, hogy kapunk, és szeretném, hogyha az Olga szövegéből hallgatnánk meg egy kis ízelítőt. Enyémke. Kinézem a helyet a tisztáson, az erdő szélénél, alacsony fák között. A sátrat rettentő sokáig tart ugyan felállítani, de végül azért összejön. Igaz, az egyik oldalon nem igazán sikerül a rudat a helyére illesztenem, így a hátsó rész egy kicsit csálé. Nem baj. Ott úgyis a lábam lesz. Nem használom fel az összes szöveket, nehéz őket benyomni a földbe. Vagy kettő el is tűnik a földbe, fűben, de se baj. A hálózsákot fejjel a bejárat felé fordítom. Nyitva hagyom a cipzárt, hogy kilássak. Hasra fekszem, és lekapcsolom az elemlámpát, mert oda vonza az összes rovart. Rettentően megéhezem, befalom hát, amit reggelire szántam. Mégiscsak meg kellett volna ennem otthon a maradék fasírtot. Egy kiflit azért félreteszek reggelre. A sátor mellett pisilek egyet, a hátizsákomat kint hagyom, mert be úgysem fér, és különben is vízhatlan.
Az a fontos, hogy ma ne legyen ott a vadász a lesen. Különben meg egyáltalán nem félek már. Csodásan érzem magam. A levegő harapnivalóan friss, nedvdús. Viszont egy cseppet sem vagyok álmos. Valahol egy őzbak megállás nélkül ugat. A tisztás fölött ragyognak a csillagok, és odasüt a csonka hold. Nincs egészen sötét, inkább jó kis félhomály. És itt vannak egész kis őscsorda, vagyis rudli. Három lány és két fiú. Komótosan legelésznek. Lassan elnehezedik a szemhéjam. Nem is tudom, mikor mentek el. Aztán egyszerűen dübörgés, meg mindenféle más zaj riaszt álmomból. Ijedten felülök. A sátor félig beomolva, kicsit rálóg a fejemre, és valami félelmeteset, valami borzalmasat hallok közvetlenül a ponyva mellől. Az a valami dobog és fújtat, és rettenetesen büdös. Ez csak egy szörny lehet. Virrad már, hajnali 5-6 felé járhat. Óvatosan kikukucskálok a sátor nyílásán, és egy vaddisznó oldalával meg fenekével nézek farkas szemet. Agyarával a tátongó szájú hátizsákomban kotorászik, túrja és döfködi, engem észre sem vesz. Felkiáltok, de nyomban a számhoz kapom a kezem. Behúzom a cipzárt a sátor bejáratán, mintha az a vékony kis ponyva megvédene bármitől is. Csak a kifli kell neki, ismételgetem magamban. A kiflit akarja, nem fog bántani. Hiszen a vaddisznók félénkek, kerülik az embereket. Tiszta hülyeség volt uzsonnát hozni, az vonzotta ide. Iszonyú hangosan dobog a szívem. És ha többen is vannak a közelben, most mit csináljak? Összekucorodva fekszem a hálózsákomban. A disznó hatalmas, óriási, félelmetes az agyara. Azzal fog apró darabokra trancsírozni. Az egyikből le van törve egy darabka. A nagyok alatt meg van még két pici hegyes agyarka. Értem most már, hogy miért hívják ezt a vadászok fegyvernek. Belezőkés, kis agyar, nagy agyar. A szüleim sírni fognak, a nagymamám zokogni. Megemlékeznek rólam az osztályfőnöki órán, ahol elmondják, milyen jó, csendes kislány voltam, aki nem figyelt ugyanaz órán, de legalább nem is járatta a száját. Hanákova, az ofőnk komoly hangon beszél majd a veszélyekről, amit a vadállatok jelentenek, és a gyermekélet kockáztatásáról a vadonban. A papát lecsukják, mert elmentem egyedül az erdőbe, ő meg nem is tudott róla, és ezzel kiskorút veszélyeztetett. A kiskorút meg szétmarcangolta egy sörtésvad. Az iskolára kitűzik a fekete zászlót, talán még a himnuszt is eljátszák. Hallom, ahogy a disznó odakint fújtat és röfög. Rám se hederít. Aztán egyszer csak beletapos a beomlott sátor szélébe. Ott maradt sáros patájának lenyomata. A két nagy új és a két kicsi fattyúköröm. Szinte hallom a papát, ahogy elvicceli az egészet. Patta-csatta, patta-csatta, fattyú, hattyú, suttyogó, meg ilyenek. És azt még nem is tudja, hogy amikor a vaddisznó a földet turva élelem után kutat, azt úgy mondják a vadászok, hogy agyarkodik, és hogy ami marad utána, az a turjány. A vadkant közben tovább túrja a hátizsákomat. Lomottól röfög és agyarkodik, de nincs benne már semmi. Így hát fújtat, és felfelherren dühében. Nagyon mérges lehet, mert még a termoszomra is rátipor. A termosz tompán pukkan, szinte hallom, ahogy beleivódik a tea a hátizsákomba. Aztán egy darabig csend van. Nem merek kilesni. A vadkán talán arra vár, hogy magam másszak elő a sátorból, neki kelljen kirángatnia. Egész kicsire összehúzódszkodva lélegzetemet visszafojtva kuporgok a hálózsákon. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát köszönöm, hogy eljöttetek minden résztvevőnek, aki itt volt, és hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével, és nem titkon azt is remélem, hogy egy ilyen könyvfesztivál alkalmat ad, akár szerzői, akár kiadói együttműködésekre, hiszen azért vagyunk itt, hogy találkozunk is. Megköszönöm Kerekes Vicának is az előadásokat, és hogy reméljük, hogy még sok közös projektünk lesz együtt, és sokszor találkozunk szerzőkkel is, kiadókkal is, és önöknek pedig köszönöm a figyelmet.